hetes tesztelem, kicsába. Eddig tök jó tapasztalatok. Minden olyan dolgot mér, amit kell. Nézd a kultus, tempó, minden az egy világon. Most hosszan meg kell nyomni. Elégeztünk az úszásra. Úszás adatoknál meg lehet nézni, hogy többfajta úszásnemet próbáltam ki. Itt van egy távolság 100 méter, 3 perc, és csapások, fő stílus hátúszás, átlagtempó, S-Wolf, pulzusszám, nagyon szépen kijelzi, pulzuszónák, csapásszám, S-Wolf, tempó, és további fitness adatok a telefonon érhetőek el. Itt csináltam egy mellúszást, itt majd lehet látni, mellúszás, tehát ez is nagyon szépen monitorozta. Pulzusszám, stb. Stb. Jó, és akkor volt természetesen 100 méter, 200 métert lemértem, hogy mennyire mérte pontosan, teljesen pontosan mérte. Tehát 200 métert lemértem, teljesen pontosan mérte, lehet látni, 4 kör. Tehát a fordulót is jól mérte, pedig nem bukófordulóval csináltam, és akkor utána az 500 métert is gyönyörű szépen lemérte. Gyors úszásba csináltam, 2.31-es százak, pulzus, csapásszám, S-Wolf, tempó, tovább fitness adatokat tekinthetőek meg.
És akkor nézzük az óra beállítását, kinézetét. Az órának a kijelző egy AMOLED kijelző, nagyon szép letisztult formavilággal rendelkezik. Ugye vízálló az óra, tehát lehet látni, hogy nincsenek rések. Van egy gomb oldalt, jobb oldalt, hátul van ugye a ledes optikai pulzusmérő, ez a rész ugye itt a töltőnek a csatlakozása, itt lehet a szíjat, óraszíjat kicserélni, egy szíjtartója van, az óraszíj pedig egy ilyen Huawei logóval ellátott felirattal ellátott rész. Mikrofonja, hangszórója nincsen, ezért ugye kisebb az esély arra, hogy ugye beázzon, tehát nem is fog beázni, mert elvittem úszni, tökéletesen jól lehet benne úszni, és nagyon jól szépen méri a víz alatt a pulzust. Tehát hardveresen körülbelül ennyi. Az egyéb paramétereket itt láthatjátok a képernyőn. És akkor most nézzük az óra menürendszerét. Az óra egy gombbal rendelkezik, föntről lefelé, hogyha lehúzzuk, akkor itt látható egy ilyen gyors menü, fönt jobb oldalt látható az óra akkumulátorának százaléka, mellette grafikonosan, mellette a kék kis jel az azt jelzi, hogy a telefonhoz csatlakozott, teljesen véletlenül kék színű, az is kék színű. A nap, ugye csütörtök, a dátum, itt mellette található 5 ikon, a jobb felső ikon az a tehát hogy aktív legyen 5 percig, vagy ne legyen aktív 5 percig. Itt a rezgéseket tudjuk beállítani, hogy rezegni fog a bejövő hívásoknál. Ez egy jó pofa dolog. Itt ébresztést tudunk hozzárakni, akár napra lebontva, hogy mely napokon, de hogyha csak az okét nyomjuk be, tehát nem jelöljük be a napokat, akkor csak az ismétlés fog megjelenni. Itt a telefon keresését tudjuk. I'm here. Tudjuk megcsinálni. Ez is egy jó pofa dolog szerintem. És itt pedig ugye maga a kijelzőt tudjuk személyre szabni, úgyhogy óraszámlap, ugye itt az óraszámlapokat tudjuk beállítani, hogy milyen óraszámlap legyen, de ugye előre beállított óraszámlapot úgy tudjuk beállítani, hogy hosszan nyomva tartjuk, és a galériánál, ezt majd megmutatom majd pontosan, a galériánál ugye az előre letöltött képeket tudjuk berakni, akár a családunkról, akár úgy, mint például én a Forma 1-es dolgot, az órát meg tudjuk változtatni, hogy milyen stílusa legyen, milyen színű legyen, stb. Stb. Én a zöldet választottam. Tehát megyünk vissza a menüpontra, kijelzőnél voltunk, óraszámlap, folyamatos megjelenés, hogy ugye amikor a képernyő elalszik, akkor azért legyen egy idő megjelenítés, ugye meglátjátok, ugye hogyha elalszik a kijelző, ami akkumulátor kimélés szempontjából talán fontos lehet, akkor láthatjuk majd, hogy bekapcsol az óra, egy olyan óra, ami az aktív dolgot mutatja. Ja, de most be van kapcsolva az 5 perc kijelzés. Igen, bocsánat. Kupa vagyok. És akkor most így bekapcsolt a kijelző. Jó, tehát megyünk vissza, a rezgés erős, lágy,
vagy nincs kijelzés, vagy rezgés. Jó, itt tudjuk beállítani. A ne zavarj egész nap, vagy bizonyos időközönként ne zavarjanak. PIN kódot beállítani. Edzésbeállítás, itt ugye edzésbeállítás az, hogy érzékelje az edzéseket, hogyha elindulunk, vagy úszunk, vagy futunk esetleg. Rendszerfrissítések és az óra névjegye található itt. És akkor nézzük a további menüpontokat, amik a gomb, jobboldali gomb megnyomásával érhető el. Ugye az edzésről beszéltem, az edzésbejegyzéseket mutattam. Edzés állapota, ez egy nagyon pofa dolog. Futási indexe jobb, mint a társai 62%-ának. Még nem tudom, kik a társaim, de ugye itt statisztikákat számol. Edzési terhelés ugye mutatja azt, hogy elmúlt pár napban milyen terhelésnek tettem ki a testemet, mérsékelt, tehát nem vagyok túl edzett állapotban. Folythatnak nagy intenzitással edzést, ez a regenerálódás ugye 100%-os, ez akkor érdekes, amikor ugye edzünk, és akkor ugye maga a testünknek a edzettsége, ez lejjebb megy. Tehát ezt mindig érdemes figyelni. A VO2 max állapota, és akkor ebben a menüpontban ennyi. A pulzusszámról beszéltem, ugye ezt így külön lehet mérni, de itt mutatja a különböző pulzuszónákat, ugye, hogy mikbe vagyunk. Az SPO2 szintén, ez folyamatosan méri, ugye mutatja a aktuális pulzust, a legkisebb pulzust, 39 perce mérte, és ott egy mérés ikonnal, vagy gombbal el lehet indítani magát a mérést. Tevékenységi bejegyzések, ugye, hogy mennyi lépés volt, mennyi volt az aktív felállás, stb. Stb. Az alvás, ez egy nagyon jó pofa dolog, ugye a legutóbbi alvás, hogy mennyit aludtam, célidő 8 óra, ezt be lehet állítani, ugye, mettől meddig aludtam, volt-e szundikálás napközben, és ez egy jó pofa dolog, mert nem minden óra méri ezeket a dolgokat, és ez szerintem tök jó. Jó, egészséges élet, itt egy csomó dolgot lehet ugye csinálni, az ivást figyeli, az alvást figyeli, az aktív életmódot figyeli, egy csomó dolgot figyeli, és akkor megkapjuk mind a 4 lóherét, akkor minden olyan dolgot teljesítettünk, amit érdemes teljesíteni. A stressz szintet, ugye figyeli, ez folyamatosan méri, ez egy nagyon jó dolog szerintem ez is, és itt mutatja azt, hogy milyen zónákban voltam. A nyugalom jó dolog, a megfelelő szintű stressz forrása a motivációnak, ha jól kezelik. Légző gyakorlat, itt be lehet állítani 1 percestől kezdve, ugye, hogy milyen típusú legyen, 8, hogy ugye maga a szívütés százszám, hogy mennyire lassuljon le. Oké. És itt a perceket, itt pedig itt lehet beállítani, fölül azt hiszem, várjunk. Egy perces van állítva, de itt lehet átállítani, igen, bocsánat. Itt lehet átállítani, 1, 2 vagy 3 perces limitre lehet beállítani. Zenelejátszás, ugye ez mondom, a zenét innen lehet vezérelni, belső tárhelye nincs, de a hangot itt lehet állítani föl vagy le, vagy a telefonról elindítani és tovább léptetni lehet magát a zenét. Fényképkészítés, ez szerintem egy jó pofa dolog. Hogyha bekapcsolom a kamerához való csatlakozást, akkor megnézhetjük, hogyha szeretnénk csinálni egy fényképet, csinálni egy fényképet a telefonnal. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó pofa dolog, és ez használható is. Akkor itt, hogyha csatlakozunk a kamerához, akkor beállíthatunk egy időzítőt is, ugye, hogy hány másodperces időzítő legyen, és akkor ahhoz képest indítja el a kamerát, a fényképezést. Így. Most csinált egy fényképet, tulajdonképpen. De ez fejjel lefelé volt, úgyhogy most annyira nem lett jó a fényképezőgép, vagy a fénykép. Jó, megyünk következő menüpontra. Értesítések, ugye itt a bejövő e-mail, SMS, Messenger, Facebook, Insta, hozzá van társadalva az időjárás, az szintén ugye mutatja itt a dolgokat.
de itt egy kicsit részletesebb dolgokat kaphatunk meg. Ugye a mai napi összes időjárást megkaphatjuk szépen lebontva órára, és a holnapi nap és a napokra lebontott dolog. Itt látunk egy napkelte holdnyugtát. Ez is egy, szerintem egy hasznos dolog, mert néha az embernek szükséges, például én el szoktam menni futni terepre, akkor ugye lássam, hogy mikor megy le a nap, mert sokszor ott marad az ember. Itt vannak a napnyugta, holdnyugta, vagy holdnyugta, holdkelte, holdfázis, lehet ma, holnap, szombat, vasárnap, lehet így benne fogyóhold, megvilágosodtság, holdciklus, árapály. Hát ez a régióhoz nem elérhető, ez az árapály, de ez is egy nagyon jó pofa dolog szerintem. Stopper óra, az egyszerű, mint az egyszer egy, elindul, megáll, elindul, vagy nyomunk egy splittet, ugye, hogyha percenként vagy köridőket akarunk mérni. Időzítő, itt is tudunk csinálni bizonyos beállításokat, hogy mennyire szeretnénk visszaállítani. Ébresztés, azt mutattam, az onnan is előről is elérhető. Zseblámpa, a zseblámpa funkció egyszerűen csak világít egy szín, és kész. A telefon keresése, azt mutattam, beállítások, rendszerfrissítések, és ami föntről is elérhető beállítások, az ugyanúgy megjelenik itt. Tehát szerintem egy nagyon jó, letisztult kis óráról van szó, mondom 20 000 forintért szerintem nagyon sok mindenki tudja használni, nem tudom, mivel tudnak majd még újból kijönni. Nekem, ami egy kicsit hiányzott, az az, hogy nem volt benne GPS, pedig a régebbi verziókban egybe kettőbe volt benne, tehát szerintem az jó pofa, a bejövő hívásokat kezeli, a pulzus jó, a pulzusmérés jó, tehát helyel közel azonos értékeket kapunk, mint egy H10-es melpánttal, pedig azt ugye teljesen más technológiával méri a pulzust. A futások jók voltak, a úszás kiváló volt, tehát hogyha csak valaki 20 000 forintért csak a úszásra veszi meg, akkor sem fog csalódni benne. Tényleg egy nagyon jó kis szerkezet nőknek, fiataloknak, de mondom, aki most kezdte a sportolást, vagy nem csinálja nagyon professzionális szinten, annak is tökéletesen megfelelő, ha nem akar nagyon sok pénzt elkölteni erre a dologra. Úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt az órát, Huawei Band 7-7-es verzióját. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, a blogban részletesebb videót vagy tesztet tudtok elolvasni az óráról, ott mélyebben belemegyek az adatokba, adatok elemzésébe. Én azt mondom, hogy a Huawei mérleggel együtt jó ez a párosítás. Itt láthatjátok, a Huawei mérleg szerintem egy borzasztóan jó dolog. Ezt érdemes még hozzá megvenni. Nekem Huawei telefonom is van, úgyhogy így a párosítás szerintem tökéletes.